Vádat emeltek Gyárfás Tamás ellen a fenyőgyilkosság ügyében, a vádirat szerint üzleti vita miatt volt a gyilkosság. Elengedték Kenderesi Tamást, 1 millió forintnál kevesebb büntetést kellett fizetnie, holnap után érhet haza. A műtők harmadában nincs klíma, a kórtermekben még rosszabb a helyzet, 100-ból csak 2 klimatizált. És ma lesz a Maccabi Európai Játékok megnyitója, 24 sportág, több mint 80 versenyszámában indulnak a versenyzők. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Török Réka. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Vádat emeltek Gyárfás Tamás ellen a fenyőgyilkosság ügyében. A fővárosi főügyészség felbújtóként előre kitervelten elkövetett emberölés büntette miatt emelt vádat. A vádirat szerint Gyárfás Tamás egy üzleti vita miatt döntött úgy 1997-ben, hogy megöleti Fenyő Jánost. Először Tasnádi Pétert bízta meg a gyilkossággal, ő azonban nem hajtotta végre. Gyárfás Tamás ezután a vádirat szerint megbízta Portik Tamást. Ő szervezte meg, hogy József Rohács ölje meg a médiavállalkozót. A 24.hu utolérte Gyárfás Tamást, aki mindössze annyit mondott el, hogy már Budapesten van, az éjjel érkezett haza a vizes világbajnokságról, és eddig semmilyen értesítést nem kapott a vádemelésről. Pénzbüntetést kapott és elengedték Kenderesi Tamást a dél-koreai hatóságok, ezt Sós Csaba közölte nem sokkal ezelőtt. A Magyar Úszók Szövetségi kapitánya szerint csütörtökön érkezhet haza a szexuális zaklatással gyanúsított Kenderesi Tamás. Úgy tudni, hogy a büntetésen nem érte el az 1 millió forintot. További részleteket egyelőre nem lehet tudni. Korábban Kenderesi a rendőrségnek azt mondta, hogy kifizetné az esetleges bírság összegét, hogy hazatérhessen. Az olimpiai bronzérmes úszó a kihallgatáson ugyanakkor elismerte, hogy hozzáért a nőhöz, de a zaklatást tagadta. Az úszószövetség elnöke szerint a fegyelmi eljárás elkerülhetetlen. Kenderesi Tamás barátnője szerint túlreagálja a dél-koreai lány az esetet, mert egy zsúfolt bárban megtörténhet az ilyen. Ismét őrizetbe vette a rendőrség a Viking szigén kapitányát. A nyomozók segítségnyújtás elmulasztása miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfit hétfőn délután a hableány balesete miatt. A kapitány ellen eddig csak halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetése miatt nyomoztak. Közben a kúria tegnap megállapította, hogy törvénysértő volt az első és a másodfokú bíróság óvadékra vonatkozó rendelkezése. Vagyis nem engedhették volna ki a 64 éves férfit az előzetes letartóztatásból. Június 13-án délben engedték ki a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézet Nagy Ignác utcai épületéből az ukrán hajós kapitányt, miután kifizették a 15 millió forintos óvadékot. A 64 éves férfi azóta egy belvárosi lakásban él nyomkövetővel, és hetente kétszer jelentkeznie kell a rendőrségen. Az ügyészség szóvivője már a kapitány szabadulásának napján azt mondta híradónknak, hogy elképzelhető, hogy rendkívüli jogorvoslatot kérnek. A fővárosi főügyészség azonban vizsgálja, hogy tegyen-e javaslatot legfőbb ügyész úrnak arra, hogy forduljon a kúriához a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslattal, amely különleges rendkívüli jogorvoslat. Néhány nappal később Polt Péter legfőbb ügyész valóban benyújtotta a kúriához a felülvizsgálati kérelmet. Többek között azért, mert a bíróság figyelmen kívül hagyta az eljárás során felmerülő újabb bizonyítékokat, mint például az ukrán férfi telefonjáról törölt adatokat. Az ügyészség szerint nyomkövetőt sem kaphatott volna, mert nem volt budapesti lakcíme. Törvénysértő mind az elsőfokú nyomozási bírói határozat, mind a másodfokú bírósági határozat, mivel a terhelte szemben óvadék letétele mellett úgy rendelt el bűnügyi felügyeletet, hogy annak törvényi feltétele saját álláspontja szerint sincs meg. A tárgyaláson az ukrán kapitány nem volt ott, ügyvédje csak szűkszavúan kommentálta a döntést. Ami miatt hiányérzetem van, hogy leginkább olyan kérdésben fogalmazott meg jogi álláspontot, amit álláspontom szerint a legfőbb ügyész úr eredeti indítványa nem is tartalmazott. A magyar kapitány családjának jogi képviselője is részt vett a kúria ülésén. Abszolút mértékben örülök neki, és én erre a döntésre számítottam. A mai napon gyakorlatilag a kúria kimondta azt, ami mindenkinek már nagyon régóta nyilvánvaló volt, hogy egy hatalmas törvénysértés és jogsértés történt ebben az egész eljárásban.
A kúria állásfoglalása csak iránymutatásnak számít, vagyis ebből nem következett volna automatikusan az, hogy az ukrán kapitány visszakerül a börtönbe. Ehhez arra lett volna szükség, hogy az ügyészség ismét indítványozza a férfi letartóztatását. A rendőrség azonban beelőzött, délután őrizetbe vették a férfit, a hablány balesettel kapcsolatban segítségnyújtás elmulasztásával is meggyanúsították. Tízen sérültek meg kora reggel, amikor villamos elé hajtott egy kis busz Budapesten Kőbányán. A sérültek mindegyike a mikrobusz utasa, úgy tudjuk ketten életveszélyes, ketten súlyos, hatan pedig könnyű sérülésekkel kerültek kórházba. A buszban munkások ültek, akik a közeli építkezésen dolgoznak. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Többek között arra keresik a választ, hogy a 8-üléses autóban miért utaztak 10-en. A kora reggeli órákban eddig tisztázatlan körülmények között Budapesten, a 10. kerületben a Maglódi úton egy kis busz egy villamossal ütközött. A balesetben 10 személy megsérült. A budapesti rendőrfőkapitányság büntetőeljárásban vizsgálja a baleset körülményeit. Az Európai Unió csalás elleni hivatala is vizsgálja, hogy történt-e csalás a Microsoft és a magyar kormányzat közötti szerződésekkel. Az Olaf ennél többet egyenlőre nem árult el. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az amerikai cégnek az Egyesült Államokban több mint 7 milliárd forintos büntetést kell fizetnie a Microsoft Magyarországnak kormányzati dolgozók megvesztegetése miatt. Az amerikai igazságügyi minisztérium és az FBI vizsgálata arra jutott, hogy a társaság 2013 és 2015 között mintegy 4 milliárd forintos nyereséghez jutott így. Bár feljelentést is tettek, a Polt Péter vezette legfőbb ügyészség bűncselekmény hiányára hivatkozva elutasította az eljárás megindítását. A műtők harmadában, a betegszobáknak pedig a 98%-ában nincs légkondicionáló, számolt be róla a Népszava. A Magyar Kórház Szövetség végzett egy gyors felmérést az ügyben. A 108 kórházból 46 válaszolt, a válaszokból kiderült, a műtők 33, az intenzív osztályoknak pedig 41%-ában nincs klíma. A legrosszabb a helyzet a betegszobákban, mert mindössze 2%-uk klimatizált. A kórházak szerint az is probléma, hogy a meglévő berendezések kétharmada elavult, a kórházak felének pedig nincs pénze a karbantartásra. A Kórházszövetség szerint nem csak a komfortérzet miatt fontos a klíma, hanem a betegbiztonság szempontjából is. 30 fok felett ugyanis jelentősen megnő a fertőzés veszélye. Akár 20 ezer forint nyugdíjprémiumot is fizethetnek a 80 ezer forint feletti nyugdíjakra évvégén, számolt be róla a Blik. A lap szerint a szakértők úgy látják, hogy a gazdasági adatok alapján 16 és 20 ezer forint közötti összeg lehet a nyugdíjprémium. A GKI gazdaságkutató ugyanis a vártnál nagyobb gazdasági növekedéssel számol, ami a feltétele a prémiumnak. Két éve 12, tavaly 18 ezer forint volt ez az összeg. Jövőre azonban gazdasági visszaeséssel számolnak a szakértők, ezért úgy kalkulálnak, hogy a prémium 10 ezer forint körül alakulhat. A határon túli magyar diákok is igénybe vehetik a diákhitel egyet, vagyis a szabad felhasználású hitelt, ezt a Diákhitel Központ vezérigazgatója közölte. Magyar Péter szerint jelenleg több mint 20 ezer diák tanul Erdélyi Egyetemen, viszont csak pár tucatnyian veszik igénybe a hitelt. Az igényléshez magyarra fordított igazolás kell a hallgatói jogviszonyról, és egy magyar bankszámla is szükséges. A Diákhitel egy keretében havi maximum 70 ezer forintot lehet igényelni egy fél évben, legfeljebb 5 hónapra. A hitel visszafizetését pedig 4 hónappal a diploma megszerzése után el kell kezdeni törleszteni. Vonat elé lökött egy anyát és 8 éves gyermekét egy férfi a németországi Frankfurtban. A kisfiú életét vesztette, anyja még el tudott ugrani a nagy sebességgel érkező vonat elől. A feltételezett elkövető egy 40 éves afrikai férfi. Azt egyenlőre nem tudni, hogy miért lökte őket a vonat alá. Beszámolók szerint egy harmadik embert is megpróbált letaszítani a peronról, de ő sikeresen ellenállt neki. A férfi ezután megpróbált elmenekülni, de a rendőrök elfogták. Legutóbb 10 napja történt hasonló Németországban. Akkor egy szerb származású férfi lökött a vonat elé egy családanyát, aki a helyszínen meghalt. Egy 19 éves fiatal volt, aki egy AK-47-essel lövöldözött tegnap egy amerikai gasztrofesztiválon. 3 embert megölt, másik 15-öt pedig megsebesített. A támadónak volt egy társa is, ő jelenleg szökésben van. A rendőrök lelőtték a lövöldözőt. Hogy mi volt az indítéka, azt egyelőre nem tudni. What's going on? What's going on?
Futva és kiabálva menekülnek az emberek a Fokhagyma Fesztiválon az Egyesült Államokbeli Gilroyban. Több szemtanú arról számolt be. Először azt hitték, tűzijáték van, de hamar rájöttek, hogy fegyverropogást hallanak. Egy 30-as évei közepén járó férfi kezdett el lövöldözni, fegyverével három embert ölt meg, köztük egy 6 éves gyereket is. Az incidens 3:47-kor történt. A Fokhagyma Fesztivál északi oldaláról jelentettek lövéseket. Egyenruhásaink a közelben voltak és lefegyverezték a lövöldözőt egy percen belül. Lelőtték és belehalt sérüléseibe. Mondta a városi rendőrkapitány, aki hozzátette. A férfi a kerítésen átmászva jutott be fegyverrel a fesztivál területére. A hatóságok nyomozásba kezdtek, hogy mi lehetett a támadó indítéka. Elképzelhető, hogy a gyilkosnak volt egy társa is, aki azóta szökésben van. A nyomozásba az FBI is bekapcsolódott. A San Jose-tól 50 kilométerre délre fekvő Gilroyban fél évszázados múltja van az évente megrendezett háromnapos Fokhagyma Fesztiválnak, főzőversenyekkel, élelmiszerbemutatókkal és koncertekkel. Évente 100 000-nél is több ember keresi fel a fesztivált. Ez volt idén a 246. lövöldözés az Egyesült Államokban. Megmérgezhették az ellenzék vezérét Oroszországban. Alekszej Navalnyit a börtönből vitték kórházba allergiás tünetekkel. Személyes orvosa azonban azt állítja, a kórház orvosai meg sem próbálták kideríteni, mi okozhatta a tüneteket. A politikust azóta vissza is vitték a börtönbe. Egy moszkvai kórházban videózták le Alekszej Navalnyit, mielőtt visszaszállították a börtönbe. Az ellenzéki politikust szerdán tartóztatták le, nem sokkal később azonban allergiás tünetekkel hozták be a kórházba, bőrkiütései voltak, és váladékozott a szeme. Navalnyi saját orvosa és ügyvédje azonban azt állítja, a politikus soha nem volt allergiás, ezért elképzelhető, hogy valamilyen méreganyag került a szervezetébe. Mindent megtettek, hogy eltávolítsák az arcáról az elváltozást, hatalmas mennyiségű prednizolont kapott. Nem tudjuk azonban, mi lesz most, hogyan reagál a szervezete, azt sem tudjuk, milyen anyag okozta a tüneteket, mondta a politikus ügyvédje. Navalnyi egyébként éppen 30 napos elzárását tölti egy moszkvai börtönben, amiért nem engedélyezett tüntetést hirdetett múlt szombatra. Nem elégedett a kezelőorvosok diagnosztikájával a politikus saját orvosa sem. Arra kértem a kollégáimat, hogy tartsák legalább még 3 napig orvosi megfigyelés alatt, amíg a jelentősebb diagnosztikát felállítják. A rendőrök azonban sajnos visszavitték a fogdába, mondta az orvos. Navalnyi legutóbb azért szervezett kormányellenes tüntetést, mert a hatóságok visszautasították több mint 50 ellenzéki politikus bejegyzését a fővárosi helyhatósági választásokra. Az ezt követő demonstrációkon a rendőrség több mint 1000 embert vett őrizetbe. 90 év után ismét a közép-európai régióban Budapesten tartják a Makabi játékokat. A szövetség elnöke szerint a játékok fő üzenete, hogy a versenyzők már a részvétellel nyernek, hiszen nem csak sportversenyről, hanem egy közösségi kulturális eseményről van szó, ahol most a sportolók megismerkedhetnek a zsidó-magyar kultúrával és vendégszeretettel. Orbán Viktor már délelőtt fogadta a Makabi játékok küldöttségét. 90 év után most ismét Közép-Európában rendezik a zsidó sportversenyt. A központi sportcsarnokban közben már javában zajlik a kosárlabdaedzés, hiszen kedden már jön a megnyitó. Összesen 24 sportágban, 82 versenyszámban indulhatnak a versenyzők. Ez a szokásos sportágakon kívül jelenti még a sakkot és a bridget is, amelyen indul majd a játékok legidősebb, több mint 80 éves játékosa. All together winning. Együtt győzünk. Számomra ez azt jelenti, hogy mindenki, aki indul a játékokon, már győztes. Az Európai Makabi Szövetség elnöke szerint a játékok fő üzenete, hogy nincs külön Nyugat és Kelet-Európa, hanem egy Egyesült Európa van. Az MTK elnöke Deutsch Tamás azt hangsúlyozta, hogy bár a versenyt Európai Makabi játékoknak hívják, az üzenete az összes kontinensre eljut. Ez a verseny, a versenyhez kapcsolódó közösségi, kulturális és vallási események megmutassák mindenkinek, hogy mindig több van, ami összeköt minket, embereket, mint sem, ami szétválaszt minket. Nem csak sporteseményről van szó. A Makabi játékok során különböző kulturális és közösségi programokkal is készülnek a szervezők. Az egyik legkülönlegesebb esemény majd péntek este lesz. A Dohány utcába, Európa legnagyobb zsinagógájába egy
rendes péntek esti istentiszteletet fogunk tartani, tehát az események ugyanúgy fognak lezajlani, mint minden héten az évben, de úgy gondolom, hogy az egy minőségi változás, hogyha a Dohány utca tele van 3000 zsidó imádkozó emberrel. A 15. Makkabi Európa játékokat holnap este a Hidegkúti Nándor stadionban nyitja meg a fővédnök Áder János köztársasági elnök, a lángot pedig a legendás sakkozó Polgár Judit gyújtja meg. Kevés a méz, a méhek ötöde ugyanis elpusztult tavaly, ráadásul nem tudni, hogy miért. A méhészek munkáját emellett a kedvezőtlen időjárás is nehezítette. A repce, akác és napraforgó mézből lett a legkevesebb. A méhészek kárpótlást még nem kaptak, de idén méhcsaládonként 500 forint támogatást vehetnek fel az államtól. Az Országos Méhészeti Egyesület elnök helyettese Salgótarján mellett tartja a kaptárait. Azt mondja, hogy a tavalyi rendkívül rossz idő és a méhek pusztulásával járó év után csak jobb jöhet. Kártalanítást még nem kaptak, hogy azt sem tudják, hogy mitől pusztult el a hazai állomány több mint egyötöde. Amennyiben a méhek pusztulása ilyen ütembe folytatódik, az azt jelenti, hogy minden élelmiszerünkbe, amit megeszünk, jelen vannak azok a vegyszerek, amit az elmúlt évtizedekbe, évekbe, hetekbe kijuttattunk, és ezt mi megesszük. A méhész érdekvédő azt mondja, hogy most a beporzás fontosságát ismerik el azzal, hogy támogatást kapnak a méhészek, még ha csekély összegűt is. 600 millió forintot különített el az agrártárca, ez méhcsaládonként 500 forint, ugyanis 1,2 millió méhcsalád van Magyarországon. Ez július 15-től augusztus 31-ig igényelhető. Nem sok jó várható idén sem. A repce virágzáskor fagyok voltak, de később sem kedvezett az időjárás. Akác szintén jó kezdett, rájött az eső, egy hetes eső, és akkor vége lett az akácnak. Tehát akácból is alig pergettünk az idén, tehát most nagyon síralmas esztendőnek vagyunk tanúi. Közben javában virágzik a napraforgó, de a méhészek nem mernek bizakodni, ugyanis tavaly pont ilyenkor kezdődtek az országban tömegesen pusztulni a méhcsaládok. Ennek okát még vizsgálják a laborokban. Kitiltotta az önkormányzat a tihanyi apátság környékéről és a kikötőből az elektromos rollert, az elektromos deszkát és a szegvét. Aki megszegi a szabályt, akár 150 ezer forintos bírságot is fizethet. Az önkormányzat azért döntött így, mert veszélyesnek tartja az eszközöket. Az országban Tihany az első olyan település, ahol helyi rendelettel szabályozzák, hogy a település mely részein lehet önegyensúlyozó elektromos járművekkel közlekedni. Az egyik ilyen az apátság és a környéke, ahol most is nagyon sok turista sétált. Az ő biztonságuk érdekében döntött a korlátozásról az önkormányzat. 20-25 km/órás sebességgel közlekednek vele az emberek, hangtalan ezeknek a járműveknek a használata, tehát nagyon komoly balesetveszélyt hordoz magába ezeknek a használata. És ahogy most is látható, nagyon sok vendég érkezik a településünkre. A tihanyi e-roller kölcsönző tulajdonosa nyilatkozni nem kíván, de a járműparkot megmutatta. Ezeket az eszközöket sem szabad már a kikötőben és a falu műemlékközpontjában használni. Az ott járó turisták egyetértettek a korlátozással. Nagyon sok turista van, nagyon sokan vannak gyermekekkel, ami igen, elég veszélyes mindenkire, mert ezeket a járműveket ugye nem hallani, gyerekek kiszaladnak elé, gyorsan is mennek ezekkel, úgyhogy én ezt nagyon veszélyesnek gondolom. Mi is olyan helyről jövünk, ahol ilyen ritkán találkozunk, az a város, ahonnan érkeztünk, az tele van kerékpárúttal, és hála Istennek ott ritkán találkozunk rollerrel, vagy bármilyen elektromos, akár kerékpárral. A rendeletben azt is meghatározták, hogy aki nem tartja be a szabályt, akár 150 ezer forintos bírságot is fizethet. Ráadásul a kölcsönzésre is vonatkozik az a kötelezettség, hogy a bérlőket tájékoztatniuk kell, feliratokkal és szóban is a tiltásról. Ha ezt nem teszik, ők is kaphatnak akár 150 ezer forintos büntetést. A biztos haláltól mentett meg 10 oroszlánt, köztük 2 6-7-es kölyköt is a Veresegyházi medve otthon. Az állatok királyai egy román cirkuszból kerültek először Érdre, de ott nem maradhattak. A medvefarm viszont vállalta, hogy kiépíti a tartásukhoz megfelelő kifutókat.
Kicsinyeinek készíti a tápszert Kitty, aki nem akármilyen csöpségek pótanyukája. Nara és Nolan 6-7-es oroszlánkölykök. A kezdetektől fogva ő táplálja a kis szőrgombócokat, mivel anyukájuk, ahogy megszülte, magukra hagyta őket. A kisfiú egy születési rendellenességgel született, neki a lába így hátra állt, nagyon kacsa volt. Most neki naponta 7-8-szor masszírozni kell a lábát. Eközben Kitty férje a 8 felnőtt oroszlánnal foglalkozik. A romániai cirkuszoknak megtiltották, hogy vadállatokat tartsanak. Egy idomár kereste fel az érdi állatotthon a Noel tanya tulajdonosait, hogy fogadják örökbe a ragadozókat. Finoman mondva nem a legszebb állapotban voltak, le voltak fogyva. Csontsoványan, bolhásan kerültek Attiláékhoz, több állatnak még véreztek a sebei, ám azóta a gondos törődésnek köszönhetően meghíztak, jó egészségi állapotnak is örvendenek, és igencsak barátságosak. Türelem és szeretet kell hozzájuk, semmi más nem kell. Türelmes voltam, mondjuk a Lilia amúgy is úgymond egy éves korában került oda, tehát azért könnyebben szoktatható, de amúgy a két heréltet is meg tudom simogatni. A Mani, ugye, aki most még vemhes, az hébe-hóba engedi. A Noel tanya azonban nem kapta meg az állatkerti engedélyt a tartásukhoz, így az elaltatás várt volna rájuk. Ekkor jelentkezett a Veresegyházi Állatotthon, ahol egy hónap alatt felépült Európa legnagyobb oroszlán kifutója. Van egy bemutató jellegű, ahol szeretnénk, hogyha ellátásokat tudunk végrehajtani az oroszlánokkal, és van egy ilyen erdős, és van egy szavannás része, ahol erdőben el tudnak bújni a fák alá, árnyék alatt élnek, illetve üvegfalakkal gazdagítottuk a kifutónak az oldalát, ahol beállók alá be tudnak ülni a látogatók. Ahogy eltolja a gondozó a kaput, már is lecsap a nyers csirkére D'Artagnan. Ha nagyobbak lesznek, itt jut majd hely a két oroszlán kölyöknek is. Most még akár a házi macskákat lehet simogatni, a 6-7-es kis oroszlánokat, azonban 3 hónapos korukban már húst kapnak. Onnantól kezdve igazi vadállatként fognak viselkedni. Az ATV híradójában György Gabriella riportját látták. Most megmutatjuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Gál Noémi mondja a részleteket. Szia Noémi! Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket a hétvégéhez, és tegnaphoz képest mára már nyugodtabb az időjárás. A frontok egyelőre tehát elkerülik térségünket, és csökkent a levegő nedvesség tartalma, kevésbé füllett az idő, bár azért a délután jó órákban még mindig nagyon meleg lesz, 26 és 33 fok között alakul a csúcsérték. A középső és dunántúli megyékben lesz több a napsütés, észak-keleten viszont erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, elsősorban ott várható zápor, eső, zivatar, és a további is előfordulhat egy-e zivatarok környezetében felhőszakadás méretű csapadék, valamint viharos erejű szél. 26-33 fok között alakul a csúcsérték. 30 fok körüli hőmérséklet valószínű a hét nagy részén. Eleinte kevésbé lesz változékony az időjárás, majd aztán pénteken hidegfront érkezik újabb záporokkal, zivatarokkal, ekkor már több helyen erősödő szél mellett, és a hét végére a hidegfront mögött valamivel hűvösebb levegő érkezik, felfrissül az idő, 4-5 fokot mérséklet. A meleg. Kellemes délután kívánok mindenkinek, viszontlátásra! A híradó után pedig kezdődik a fórum Szlazsánszky Ferenccel. Szia Feri, milyen témákkal készültél ma? Szervusz Réga, köszöntöm a kedves nézőket is. Hát az egyik téma az lehet az, hogy Gyárfás Tamás ellen vádat emeltek. A másik lehet az, hogy az állam nagyon visszavette a jóléti kiadásokat, miközben a saját működésére egyre több pénzt fordít. Aztán beszélhetünk a Kék Gólyó utcai onkológiai intézetről is, ahol augusztus 1-től majd csak 6 órakor nyitják ki az épületet, tehát addig az utcán várakozhatnak a kezelésre váró betegek, illetve beszélhetünk arról is, hogy Kenderesi Tamást elengedték a dél-koreai hatóságok, úgyhogy hazaérkezik a napokban ezek a témák. Feri, köszönjük szépen! És önöknek is köszönjük a figyelmet, híradóval legközelebb 17:30-kor jelentkezünk, most pedig tartsanak Szlazsánszky Ferenccel a fórumban, viszontlátásra!